Nem tudom, hogy ti mennyire szembesültök azzal, hogy nyilván az évek alatt egyre több televízióban feltűnt ember próbálkozik a YouTube tartalomgyártással, vagy a social médiával. Ördögnóráék viszonylag korán elkezdték ezt, azt az Istenes Bence is jött a YouTube-ra, és így ez merül föl az emberek fejébe, amikor így tévés arcokról beszélünk, akik egyébként itt vannak a YouTube-on, de egyébként szakmai emberek is egyre aktívabbak a platformon, és erre egy kiváló példa Haraszti Ádám, akit sportriporterként vagy kommentátorként ismerhettek többek között, és nekem is volt szerencsém vele találkozni, dolgozni az évek alatt, és azt kell, hogy mondjam, hogy meglepően szimpatikusnak találtam az Ádámot, úgyhogy most veszem a bátorságot, hogy szanaszét cincáljam a videóját, és viccelődjek vele, persze nem, a legbénább mezek 2022-23-as szezonból videóját választottam, hogy nézzük meg, mert hogy egyébként egy tök jó dolog az, és egy csomó embernek szeretném rá felhívni a figyelmét miközben, egyébként a linket küldöm nektek, srácok, csekkoljátok az eredeti videót, és járuljatok hozzá egy megtekintéssel. Szóval tök jó dolog az, hogy egyébként így sportszakmában, vagy egyéb szakmában máshonnan ismert emberek egyébként a YouTube-ra, meg a különböző social platformokra gyártanak tartalmakat. Nem csak a Haraszti Ádámot lehetne nyilván példának felhozni, Szaniszló Csabi is tök aktív, de a Baumstark Tibiéknek a Teljes Terjedelem podcastjét is javasolhatnám, amiben én szerint személyem is feltűnt egyébként, de humoristák is vannak, rengetegen vannak a YouTube-on, úgyhogy érdemes őket keresni. Nyilván az én szívemhez a futball közel áll, az Ádám egy szimpatikus fiatalember, úgyhogy megnézzük, mit művel a YouTube-on egy könnyen emészthető tartalommal. Szar mezeket fog nekünk mutogatni Haraszti Ádám. Nézzük meg, mint mindig, ott lesz a videó linkje a leírásban. Reklámok vannak a csatornán, Ádám, igen? Ahogy fizetnek a televízióba, nem jól? Érdekes, jó, semmi gond. Érdekes. Jó van már, Jézus Krisztus, mennyi odé. Na, úgy már mondjad is. Nézzük, mik a csúnya mezek ebben a szezonban. Mondjad nekünk. Törve nem, itt vannak az év legbénább mezei. Ha kíváncsi vagy, hogy szerintem melyek az idei szezon legszörnyűbb, legviccesebb, legkatasztrofálisabb szerelései, akkor nézd végig a listámat. Ádám, ha United mez lesz benne, nagyon összeveszünk, most készüljen, ráduszítok mindenkit. Sziasztok, én Haraszti Ádám vagyok, a Sport TV reporter. Köszönjetek Ádámnak a cseten, ne legyetek parasztok. És megszokhattátok, most már tényleg évek óta hozom nektek mindig a legmenőbb és a legbénább mezek listáját is. Az idei évben már ugye a legjobb mezeket összeállító listámat jó néhány hónappal ezelőtt megmutattam nektek. Ígértem, hogy hamarosan jön majd ez is, hát hamarosan végül is nem sikerült. Cserében lehet, hogy talán megbocsátóbb vagyok, vagy jobban megszoktam néhány mezt, mint tettem azt a korábbi években, akkor, amikor kijött ez. Nem kell, Ádám, nagyon fontos. Most Ádámot internetre fogjuk tanítani, nem minthogyha rászorulna, de kell egy poén, amire felülünk a videó alatt. Ádám, parasznak kell lenni, az kell az internetre, inger. Tehát a lényeg, hogy állj bele minél több csapatba. Te is tudod, futballban, sportban dolgozó emberként nem számít ez az embereknek. Nem fognak megsértődni, hogyha a kedvenc csapatuk mezére csúnyát mondasz. Dehogy is! Hát az interneten mindenki kedves. Nyugodtan lehet bevállalósnak lenni. Egyáltalán nem lesz belőle gond. A videó talán mint hogyha annyi nagyon pocsék mez nem lenne, mint a korábbi években, de azért akkor így is jó néhány. Természetesen ezúttal is, hogyha van olyan mez, amit hiányoltok erről a listára, akkor azt majd mindenképpen írjátok meg a kommentek között, és persze... Én csak a Subaru Imprezát nézem a polcon, mert az nagyon menő. Lehet azért ezeket a választásokat is kritizálni majd, amelyek most jönnek már is. Próbálom ezúttal is tematizálni a választásaimat, és akkor kezdjük rögtön azokkal a csapatokkal, amelyeknek a mezei tulajdonképpen minden évben, vagy majdnem minden szezonban visszaköszönnek ezen a listán. Vannak olyan csapatok, akiknek minden évben szar a meze, szép. Egyébként tök érdekes, és ezt már, ha nem úgy vezettem volna föl a videót, ahogy fölvezettem, akkor is lehetne hallani, hogy azért mennyire látszik és hallatszódik valakin, aki ebben a szakmában tanult ember, mondjuk hozzám képest, hanglejtésből, kifejező készségben, szókincsben, hogy nem véletlenül dolgozik valaki a szakmában, és tanulta a szakmát, tehát hogy tök érdekes ezt látni, hogy valaki profi.
Szerintem ez tökre lejön. Ebből a szempontból tényleg állandó résztvevő ezeknek a videóknak az Augsburg csapata, amelynek már... Augsburg, gyönyörű! Eleve a színválasztása is nyilván nehézkessé teszi azt, hogy igazán jó mert csináljanak, nem a piros-fehér-zölddel van bajom természetesen, mielőtt bárki ezt ránfogná. De amúgy ezeknek a mezeknek, tehát itt például ez a mez attól ronda, hogy ocsortány a szponzor logó. Egyébként az a csíkozás az fura, de hogy így szerintem elmenne. Szoktam emlegetni, ugye ez a stílus nekem abszolút Freddy Krügert idézi, ebből azért szerintem lehetne jobbat kihozni. A francia Montpellier színválasztása se könnyíti meg általában a dizájnerek dolgát, idén sem nagyon sikerült igazán jót kihozni. Nem értek egyet. A Montpellier az ugye sötétkék, narancssárga, az a két szín szerintem tök jól megy egymáshoz. Ebből a narancssárga sötétkék kombinációból, a Brestnél pedig ugye nem is feltétlenül a színekkel szokott probléma lenni. Szerintem az nem volt olyan rossz ez a Montpellier mez. Ellenben az, ahogyan kinéz eleve már a szponzoruknak a logója. Mi? Az egy tök jó szpont... Na, itt beef, Ádám, vita van, ebből verekedés lesz. Az a maló szponzor logó menő. Mondjuk így kicsit kezd too much lenni a dolog. Tehát egy pöppet. Inkább nekem egyből az ilyen dél-amerikai csapatok jutnak eszembe, hogy ennyi minden van a mezen. Tehát inkább az kezd sok lenni, hogy ott címernél is ikonográfia kardokkal, kicsit sok van a mezen, de hogy maga a fő logó az nekem tetszik, csak kicsit sok a felirat. Meg az, hogy Franciaországban azért elég rendesen tele szokták szórni reklámokkal a mezeket a bajnok. Igen, hát van bőven. Kimérkőzéseken, hát... Igen, hogyha nem vettétek észre, még lent is van egy hajó. Idén sem néznek ki nagyon jól a Brest szerelései, ezt még ezen a fekete mezen, ugye az alapmintázat is egy kicsit tovább nehezíti, rondítja, csúfítja, szóval ők is itt vannak újra ezen a listán. Szintén visszatérő téma szokott lenni ugye ezekben a videókban ez a batik volt színvilág, vagy stílus, vagy minta, vagy... Ne haragudj, Ádám, ez a közönség nem ilyen kiművelt. A batik volt mit jelent? Chat! Mi az a szó, hogy batik volt? Nem vagyunk ilyen olvasottak. Nem is tudom mi. Ami szerintem férfi embernek ritkán áll jól, idén se ez a helyzet ezekkel a mezekkel kapcsolatban. Se a Leeds, se a Lyon, se az Empoli esetében nem igazán értem. Ja, hogy ez a ilyen felhős? Ruhafestés, amint meglátott felismered. Hát nekem ez ilyen felhős. Hogy miért gondolta az bárki is, hogy ez még jól tud kinézni. A Lyonnál azért is érdekes a dolog, mert ők visszatérők szoktak lenni általában. De ez így, hogyha az egész mezen rajta van, szerintem nem olyan vállalhatatlan. Az, amikor ez így megszakad valahol ez a háttérbe hányt füst vagy felhő jelleg, úgy nem, tehát az egész mezen egységes engem az annyira nem zavar. Így az a baj, hogyha megszakad valahol, hogy az ujján nincs rajta, vagy az oldalán nincs, vagy a hátulján, az nem annyira. Így egyben nem olyan szörnyű szerintem. Közben textil festési eljárás megszületett a megoldás. Amikor kötöd a ruha egy részét, hogy bizonyos pontok kapjanak festéket. Aha. A szép mezek listáin, ehhez képest idén tényleg csak a hazai az, ami nagyjából valahogy elfogadhatóan néz szerintem ki. Szerintem ez elfogadható. Ezt a tartalékot semmilyen szinten nem tudom értelmezni. Az Empoli meg hát legalább sötét és így kevésbé érvényesül rajta a mintát. Igen, az ami nem látszik, akkor meg nem tudom miért van rajta. Kicsit hasonló kategória az, amit a Liverpool és a Tottenham képvisel az idei tartalék mezeiknek egyikein van ilyen szó? Na mindegy, szóval van olyan tartalék ez a Liverpoolnak és a Tottenhamnek is, ami már ebbe a kicsit, nem is tudom, pszichedelikus, batikolt, modern, rémálom, valami, nem tudom mi igen. Kategóriába sor. Na ez egy kicsit too much. Hallható, hát nyilván a Tottenham az én szívemhez olyan nagyon közel egyébként, sem tud állni. Persze. Ott az Arzenál mezben. Nem akartam ezt fölhozni, Ádám. Nem akartam ezt fölhozni, mert fájhat neked most eléggé, ami a napokban történik. Nem akartam fölhozni, de mire ez a reakció kimegy, lehet, hogy megverték a Cityt, és megvan a bajnokság. Bár kevésbé tartom valószínűleg, de lehet. Bár ugye volt már olyan év, amikor felkerült a hazai mezük a legjobb ezek listájára. A Liverpool-a kapcsolatban nincsenek ilyen a verzióim, de hát hogyha erre a mezre ránézek, leginkább egy döglött halit az eszembe, amely úszik a Balaton tetején a tud... Amúgy tényleg, kicsit olyan, amikor valami vegyszer kerül a vízbe, nem? És így a szivárvány minden fényében csinál, olaj a vízen, nem? Kicsit olyan. Trippy. Hát gondoltak a Liverpoolnál a pszichedelikus szereket fogyasztó szurkolókra is. Listákról leolvadt naptejmaradékokban. De nem az a szörny, nem a, de ez az undorító, erről beszéltem nektek, hogy látjátok az egeret, hogy itt fönn, ahol a szabás van, itt így mi történt? Tehát, hogy ez ettől undorító,
hogy ott meg így eltér az egész, tehát hogy szétesik még az a minimális egység is, ami benne van. Hát a divattippek kellene, kérdezzetek engem. Egy nap elvileg csak 24 órából áll, de igazából te döntöd el! Én döntöm el, hogy hány órából áll egy nap? Azt a mindenségit neki! Old Spice és Milka, gyönyörű kombó. Ne, copyrightos zene, csönd legyen! Valamiért évről évre találkozunk aztán olyan mezekkel is, amelyek sokkal inkább hasonlítanak mondjuk kisfiú pizsama felsőire, sem mint futballklubok szereléseire. A Chelsea esetében például semmilyen szinten nem tudom értelni. Ez tényleg nagyon rossz ez a Chelsea. De ez a Chelsea mezés mitől rossz? Attól eltekintve, hogy ez a babakék címeres oroszlán mintás hülyeség még rajta van, hogy miért szakad meg a vonal? Hát olyan kreténül néz ki, hogy nem folytatódik végig, hogy hihetetlen. ...elmezni ezt a csíkos... De mi a Chelsea szponzora? Amúgy tényleg ezt mondjátok már el nekem futballra. Mi az a hármas? Az milyen cég? Ezt a Lillit azért is furcsálom, mert ők általában évről évre tényleg része jó szutokat szoktak kihozni. A Loriannak ez a meze meg nem is tudom, valahonnan nagyon ismerős az a mintázat, de... Ez ilyen padló. Ez ilyen padló minta, nem? Hogy három pontra lesznek a kieséstől az év végén. Ria neve egyébként a cégnek, köszönöm szépen. Igen, nekem ilyen linoleum jut eszembe. Tehát nem tudom, orvosi váró linoleum, vagy valami ilyesmi, igen. Telefonszolgáltató, köszi. Na, a Chelsea 3-ast is megfejtettük. Négy honnan. És ott a poharra. Akkor neked meg linoleumos bögréd van, Ádám. Aztán valamiért az is felszokott gyakran merülni tervezőknél, hogy ötletünk az nagyon nincsen, de majd valami kis neonnal feldobjuk, milyen jól fog kinézni. Egyébként szerintem a legrosszabb, de lehet, hogy már erről beszéltem, bocs Ádám, hogy félbeszakítottalak, hogy ezek az egyenmezek kezdtek el kijönni. Nem jut eszembe, hogy melyik gyártó csinálja, talán a Puma, de nem biztos, vagy az Adidas, nem, talán a Puma. Ugye egy csomó csapatnak a harmadik számú meze, talán a Milánnak, lehet, hogy az Arzenálnak is, majd segítsetek nekem, hogy így ugyanarra a sémára épül a meze, csak más színű. És így nem ár. Tehát, hogy így biztos, hogy ennek van valami oka, hogy eco, vagy újrahasznosított anyagból készül, vagy spórolunk a gyártással, jót teszünk a földnek, én nem tudom, de így kreativitás szempontjából szörnyű. Igen, hogy ki van írva a csapat meze, Puma, aha, köszi, hogy az így annyira nem. Persze megvan a jó oldala is. Úgy is nézhetjük, hogy legalább egységes. Van abban is valami szép, a fene tudja. Hát ez nem jött be most sem a Torino, sem a Real Madrid, sem a Rayo Vallecano mezén. Ja igen, neon, nem értek egyet. A Rayo talán a legérdekesebbet ezzel a mintázattal kapcsolatban már említettem a korábbiakban is, hogy... Nem tudom. Szerintem a Torino mez ronda, de azért, mert ronda a sárga. Szerintem a Reálé tök jó. Nekem ez a neon, ez bejön. A Rayoé talán a legérdekesebbet ezzel a mintázattal kapcsolatban már említettem a korábbiakban is, hogy nem annyira tudom hová tenni, hogy Isten igazából bármely. Hú, az bátor. Volt egy időben divat ez a rózsaszín harmadik számú, ez nagyon sok csapatnak volt. A Unitednek is volt rózsaszín, tavaly talán, vagy tavaly előtt, de az legalább ilyen halvány volt amúgy. De a Juvénak, a pusztító volt a Juvénak a rózsaszín meze. Mennyire is. Ez a rózsaszín logó, ez... Értem én, hogy a címet akarják ugye másolni a mezen is, de pláne ebben a színösszeállításban ez... Mi az a nyíl? Mi az a nyíl? Az úgy néz ki, mint a izé. A Wordben emlékeztek? A Wordben voltak ezek az ilyen 3D-s cuccokat tudtál belerakni a dokumentumodba, de ilyen 2003-ról beszélünk. Az a Stonks, tehát odaraksz egy villámot, de hogy így a leggagyibbat, tehát a Word Art az. Tehát, hogy így édes Istenem, Clipart, igen. Jesus Christ, tehát legalább valami faszanyíl lenne ott. Ezzel a hatalmas, sárga, tényleg neonszínű csíkkalott a mez közepén, teljes mértékben értelmezhetetlen. Aztán ugyanezek a színek uralják a jönek egyik tartalékmezét. Na! Na!
Na, senki nem iratkozhat föl az Ádámra, megtiltom, hogy kövessétek és szeressétek. Ez a mez tök jó! Itt, amivel kapcsolatban meg, hát igen, ez most tényleg olyan, mint egy kukás mellé vagy. Kukás mellé, ott a melyik meccset kommentálod legközelebb, Ádám, fölmegyek az Instádra, oda fogom írni, hogy ne csak viccelek. Hogy nekem valami 8 éves itt komolyan vegye. Szerűen egy ilyen megkülönböztető valamit. Mi? Tök jól néz ki. Én szeretem ezt a United mezt. Szerintem tök látványos, tök jó ez a szín. Én adom. Nekem tetszik. Kicsit nyilván ilyen megkülönböztető mez feelingje van. Nekem tetszik. Tudsz. A boss. Attól még ronda. Sominyó, te is az vagy, attól még szeretünk. Na, hát ilyet írni a chatre. Szerintem jó. Gurnál meg ugye ezt a zöld színt azért szoktuk látni a mezeken, de általában ebből egészen jó dolgokat szokott tudni kihozni a Nike, na ez idén szerintem egyáltalán nem sikerült, pláne hogyha még hozzáveszünk ezt a nem tudom milyen sötét kéket, amivel a logót tették fel a mezre. Igen, ez annyira nem jön át. A United az tök szimpla, az nekem tetszik, ez nem annyira. Ami eleve most ugye ezt a Volkswagen logót kitalálta, annak is gratulálok. Mindez, hogyha még hozzáveszünk ezt a nem is tudom milyen inka, indián, akármilyen mintázatot, ami a mezen lát. Igen, egy kicsit túl sok a vonalka ide-oda. Látszik. No, de hogyha ezekkel a színekkel nem tudunk megbarátkozni, akkor mihez kezdjünk ezekkel a rózsaszín lila kreálmányokkal, amelyek na, megint csak évről évre felszoktak merülni, visszaköszönni. Összességében nekem a rózsaszín cuccok. Egyébként Ádám, megkérdezném tőle tisztelettel, hogy milyen színű az a Nike pipa azon a csodálatos Arzenál mezen, ami rajtad virít, he? Kukásautó! Ha nincsen gondom, én is szoktam hordani rózsaszín inget, mezekben már kicsit furcsában veszik ki magát, de ezekből is szoktunk jót látni, a Palermo mezei például általában azért évről évre. Jó srácok, a chatem, most ne a Nessai FC mezeihez mérjük ezeket, jó? Tehát mi azért egy másik ligában játszunk, a Nessai FC mez az mindig 10/10. Készen jól szoktak sikerülni, hát ezekkel a most következő mezekkel viszont nagyon más a helyzet, ha már a Palermo felmerült, itt van egy más. A Juventusnál mindig ilyen ízlésficamos mezek vannak, ez megint mi? Olyan, mintha valami lehullott őszi levelek lennének rajta. Másik olasz csapat a Juventus, amelynek ugye szintén valahol hagyományos színe lenne alapvetően a rózsaszín, ezért is szokták elővenni, ez ugye kicsit sorolható lenne ebbe a batikolt, vagy nem is tudom, inkább a pszichedelikus mintázattal ellátott kategóriába, hát azért a Juve mezei az utóbbi évben elég az. Kicsit pizsoma, igen. A kiúzlet nálam a Juve-t, de azt hiszem erre még érdemes lesz visszatérni. A Juventus olyan, mint a kanadai csapat lenne. Tényleg kicsit olyan. Az Evertonnak is ez a tartalék meze kb. Olyan, mint az idei szezonja. Az Evertonnál azért rossz ez a mez, mert kicsit még ezekkel a gyémántokkal, amik rajta vannak, ezzel a rózsaszín mezzel még kicsit ilyen, hogyan fogalmazzam ezt meg, ilyen vulvás jellegű is egy picit. Akulak erről a lila mezéről, meg aztán végképp nem tudom, hogy mit lehet. Jézusom. Na ez eddig a legrosszabb a videóban. Ez olyan, mintha ilyen cica fiú mez lenne, hogy mintha ilyen háló lenne. Tehát még ráadásul nem is áll messze ez a halvány lila, mintha kicsit ilyen rózsatín testszínű lenne, és ilyen háló lenne. Fú, na ez büntet. Ez büntet. Lenne érdemes elmondani. A Toulouse-nál meg ugye legalább megint arról beszélhetünk, hogy ez a lila alapvetően a klubnak az alapszíne lenne. Ez a mintázat, nem tudom mi akar lenni, Vazereli köhögött egyet. Etéle festészeti hasonlatok majd még érkeznek a későbbiekben, de először beszéljünk egy picit a Barcelona tartalékmezeiről. Ha már a Juventusnál szóba kerül, azt azért megállapíthatjuk évről évre. Milyen a Barca tartalékmeze? Most az idei Barca mez tök jó egyébként szerintem. Ahhoz képest, hogy milyen ocsortány Barca ezek voltak mostanában. Hogy a legnagyobb sztárklubok egyszerűen nem tudják elkerülni. De a tartalékmez nem tudom milyen. Azt a sorsot, hogy mindenképpen az ő mezeiken próbálják meg nagyon kiélni a kreativitásukat. Általában elég való elsülve a különböző nagy sportszergyártó cégek tervezői. Hát a Barca tartalékmezei megint csak nem sültek el túlságosan jól. Ez a piros-kék mintázat még csak-csak, de ott van megint a szennyelemezük. Szerintem nem rossz. Kicsit a háttér minta az ilyen. Valóban elsülve a különböző nagy sportszergyártó. A piros-kék... Ja, így a háttérben ez a sok vonalka zavar. Mintázat még csak-csak, de ott van... Nem tudom. Megint a szennyelemezük, ami... Ezt is szoktam emlegetni, alapvetően egy tök hálás téma lenne, szoktak kihozni ebből egészen jó dolgokat is, hát az idei borzalmasan sikeres. Igen, itt megint az, hogy megszokom. Amúgy tök jó, tehát hogy ezzel a sárgával lehet dolgozni, szerintem a sárga az egy hálás szín, erre lehetne jó mintákat kitalálni. De ami nem segített, az sem, hogy nagyon erőtették, csak úgy, mint ugye ennél a... Mondjuk ez a fölül megvonalazták, ez fura. A másik meznél is ezt az idei Nike alapot,
amit nem tudom, hogy minek köszönhetünk. Nem tudom, a hazai mezők tök jó. De akkor már is mehetünk tovább a következő kategóriába, mert éppen ezeket a mezeket hozza össze. A Tatanemnél, vagy éppen a Hertánál is ugye van ilyen tartalék. Nem már. Ilyen a Hertának a meze? Fúha. Hát nyilván nem azt mondom, tehát ez ilyen pusztítóan egyszerű, tehát egy... Igen, ahogy az, amit sinyereire ez egy dekatlonos póló. Hát, hogy igen, tehát, hogy így, nem volt semmi, tehát levettünk a... Dekatlonban levettük a pócról valamit. Érdekes. A Spursnél egyébként az elrendezés az nekem tökre tetszik, tehát, hogy ezzel a Spurs címerrel, amúgy középre igazított Nike logóval, az alap elgondolás az jó, csak itt megint valaki túlgondolta a színeket meg a mintákat. Lékmez, meg a Spursnél ugye az első számú mez is valami hasonló akar lenni, vagy ebbe a sémába van belekényszerítve, egész egyszerűen szerintem hülyén néz ki, az meg még... Kecsú a kék, köszi Mik. Ilyen, hogyha próbálják erőltetni mindenképpen. És ezt a sorsot a Paris Saint-Germain hazai meze sem kerülhett el, amivel kapcsolatban meg megint csak visszatérő rigolyám az, hogy lenne alapvetően egy tök jó dizájnja a Paris Saint-Germainnek hagyományosan, amit szerintem nem nagyon kellene bolygatni, évről évre visszatérhetne, ehhez képest ezzel is minden évben játszik valamit a Nike, és évről évre hülyében néz ki. Jó, de azért, hogy minden évben el lehessen adni az új mezeket. Nyilván. Nem azért csinálják amúgy, hogy fasza legyen, csak hogy minden évben vegyél újat, ha szurkoló vagy. Az idei még egészen istenes, de hát megint sikerült egy ilyen, nem tudom, összevérezett pártedlit feltenni a játékosokra. De persze ez a színösszeállítás még mindig jó, amit most hozok nektek. Volt már olyan év, amikor azt hiszem a Kyrie-nak volt olyan tartalékmeze, amely az első helyre került ezen a listán. Most a Milán és a Southampton hozott ebben a szezonban a szurkolói számára nagyon szép libapos színű mezeket. Nem tudom, hogy ki az, aki egyáltalán ezeket megveszi. Mert... Jézusom! Ez amúgy kicsit ilyen kapusmez színű, nem? Amúgy a pár árnyalattal ez így eladható lenne arra... Fúha! Na hát itt nagyon sok baj van. De miért zöld a felirat? Azt a... Hát ez mondjuk pusztít így. De hogy ezt így pár árnyalattal eltolnánk, és egy elég egész fasza ilyen arany cucc lehetne belőle. De hát így, hogy még megfejelték ezzel a zöld Emirates felirattal, vagy az lehet, hogy fehér csak így, de nem, mert az újján is ott van. Az így, mert hát igen. Meg ki az, aki gondolja, hogy... Nekem az alapszínnel amúgy nincs problémám, csak hogy így ez az összkép, ez undorító. Amúgy még a Puma logó, meg a Milán logó is fehér lenne, meg az Emirates felirat is, szerintem sokkal jobb lenne. Ilyen színű öltözetet úgy... Hát a Sotomez... A Sotomeznek az a színes csíkok ott a hóna alatt, nem tudom mi az értelme, vagy hogy a klubnak, az a klub színeke. Az ötlet maga tetszik, hogy ott vannak ilyen színes csíkok, csak így a mez többi része az így tönkre teszi. Érdemes egyáltalán egyébként magára vennie, de pláne focizzon benne. Hát nyilván az nem döntheti el, aki focizik benne. No, de akkor ennyit a kategorizálásról, most már jönnek tényleg azok a mezek, amelyek számomra a legszörnyűbbek, legértek. Na, most jön a top! Eddig fölvezetett Ádám, eddig bezsírozott, beolajozott minket. Mehet. Hetetlenebbek az idei szezonban. A speciáira feltétlenül... Kicsit olyan ez a szituáció, mint amikor, nem tudom, valaki kreatívnak hiszi magát, és szeretne kitűnni a tömegből. Hát sikerült. Mert nem mondanám azt, hogy csúnya, inkább furcsa, meg tényleg érthetetlen ez a sárga, az össze-vissza dobált színekkel aztán rajta. Ugye a hivatalos indoklás szerint a Cinquaterre ihlette ezt a színösszeállítást, nem tudom. De az oké, hogy színes. Amúgy lehet valami attól még fasza, hogy színes. De az előző az csak ízléstelen. Tudom, szerintem inkább egy zacskó tutti frutti, vagy ami sokkal inkább el tudnék fogadni, meg azt nagyon tudnám értékelni, hogy... Hogyha valami gyerekek tervezték volna. Hogyha az 1996-os angol válogatott kapusmezéről lenne szó, ami David Seaman hordott, azt én kifejezetten szerettem meg kapusmeznek, azt mondanám, hogy ez tök jó, és hogy mezőny játékosok ebben játszanak, 10 embert kell néznem egymás mellett ebben a cuccban, azt nem igazán tudom hová tenni. Na, de jönnek most már a dobogósok, a harmadik helyen pedig a Juventus hazai meze. Ami én inkább pipa vagyok, tényleg, mert... Nem már. Leszoktam az olasz foci követéséről, mióta a Parma nincs az első osztályban, és ezért ezt én eddig soha nem tudtam. Tudom, hogy már az idény végén járunk, de...
Mi, tehát azt hagyjuk, hogy milyen a... Mi az a logó? Az oké, hogy átment egy autó a mezen. Azt így megemésztettem. De mi az a villámos Jeep logó? Tehát ez, tehát tudjátok, hogy mikor volt? Tehát akkor volt a villám menő, amikor ugyanígy 2002-2003 így felfedeztük, hogy a Wordbe be lehet így rakni képeket, meg ilyen mintákat, és így villám! És így akkor igen, így gimisként, így meg villám! De geci, villám! Édes Istenem! Mennyire ízléstelen az a Jeep logó! És mit akar jelképezni? Elektromos Jeepet? Ez botrány. Mondjuk nyilván maga a mintázat is szörnyű, tehát én nem értem, hogy miért kell föltalálni a spanyol viaszt. A Barszánál is voltak ezzel gondok, hogy így a csíkokkal kreatívkodtak, amikor volt egy tök jó alapszerelésük. Hát ez fáj. Electronic, a szponzor villanykocsi. Hát Villám McQueen. Elektromos Jeep miatt. És ez volt a legjobb, amit az elektromos Jeepre ki tudtak találni? A villám? Tényleg? Mert ugyanaz a helyzet, mint a Paris Saint-Germain esetében, hogy van egy tök jó alap. Nyilván azt gondolná az ember, hogy a fekete-fehér csíkos mezeket nehéz elrontani, de ezt a Juventusnál minden évben megpróbálják, és tényleg évről évre szörnyűbe. Akkor már tényleg lett volna egy kocsigumi minta rajta, és az lett volna a Jeep reklám. Az azt mondom, hogy funny. Lesznek ez a mostani, meg a nem is tudom, kis háromszögekkel, vagy inkább régi tévés adáshibával, hangyapocival összekoszolva. Mindez még megtolva ráadásul ezzel a nagyon hülye Jeep logóval, amiről persze a Juventusnál nagyon nem tehetnek, bár persze, hogy a tulajdonosi körhöz tartozik végül is a Jeep is maga, vagy a márka. Egyszerűen nem tudom hová tenni. Hát csalóklubnál ugye tök mint... Ajaj. Látod, Ádám, így kell csinálni. Így kell kommenteket generálni. Bele kell állni. Tehát érted? Ez már a legkisebb gondja a Juventusnak. Tehát, hogy... ahol adják, veszik a pontokat, hát ez... Én nagyon kíváncsi vagyok a Juventus... Scudettókat, ugye? Már ez a legkevesebb. Na, lett egy pár kommentünk, meg dislike-unk, mert... Szurkolók véleményére egyébként, hogy ti szeretitek-e ezt a meszt, meg ugye egyáltalán a tartalékmez is, ugye, amit már említettem, vagy az elmúlt években is gyakran voltak ugye olyan második számú mezei is a Juventusnak, vagy harmadik számúak, amelyek teljesen vállalhatatlanok voltak, de mondom, nekem ez a haza is nagyon nem tetszik. A második helyen a West Ham United tartalékszerelés, amelyet ráadásul egészen gyakran elő is vesznek. Ezt komolyan mondom, nem tudok másra gondolni, mintsem, hogy ezt pusztán az iklette, amilyenek egyébként a csapat szurkolói mondjuk egy rosszabbul elsült mérkőzés után, amivel az idén persze elég sokakat a számukra. Hát elképzelték, hogy milyen lesz, amikor a West Ham szurkolók főgyújtják a stadiont. Én csak azt nem értem, hogy elindult az ötlet alulról, és így tehát, hogy a meszt tetejére elfogyott, akkor már legyen ronda az egész. Hát elkezdték alulról megfesteni, az föntre elfogyott az ötlet. Mondjuk igen, tehát ez az alhasi vérzés nagyon jól jelképezi ez a mez. Én nem tudom, nem volt a West Hamnek, biztos volt ilyen buborékos meze? Hát ott az a szokás, az egy tök jó tradíció, ez a bubifújás. Miért nem kezdenek ezzel a motívummal valamit? Szerintem abban lehetne valami kreatívat alkotni. Gondolni, mintsem, hogy ezt pusztán az iklette, amilyenek egyébként a csapat szurkolói mondjuk egy rosszabbul elsült mérkőzés után, amivel az idén persze elég sok. Ami nem olyan durva, ezt a nadrággal kéne egy, milyen gatya van ehhez a West Ham messzhez, valaki nem tudja, hogy fehér a nadrág, vagy ebben a pirosban folytatódik, mert akkor úgy egybe egész jól nézhet ki. Akad a számukra, és hát az angolok ugye szeretnek inni, feltétlenül nem tudnak mértékel, meg pláne nem. Aztán gondolom legtöbbik valahogy így nézhet ki, amikor reggel rájuk találnak valamelyik padon. Igen, egyébként nekem nem a hányás jutott eszembe, de ez is kreatív. No, de akkor jöjjön az idei év szerintem legszörnyűbb szerelése, ez pedig nem is lehet más, mint az Atletico Madrid hazai meze. Jézusom. Amit nekem ember nem tud megmagyarázni, hogy miért kell, nem is tudom, minek nevezzem. De várjál már, de én látni akarom ebbe a koncepció. Jézusom. Hát itt valaki berugott. Hát szóval trollfacin szoktak lenni ilyen izék, ilyen mémek, hogy így, mint amikor a pályát így csálén festik föl. Hogy így ott kicsit így megcsúszott a dolog. Jézusom. Amúgy nekem azzal nincsen problémám, hogy hullámos lenne a dolog, csak így ebben mi a kon... De nézzétek már meg, várjál. Hát nem elég, hogy össze-vissza hullámzik, hanem itt még össze-vissza is vannak a törések. Tehát nézd meg, itt van benne egy nagy törés... Itt meg folytatólagosod mellette. Itt ilyen csúcsos, tehát teljesen össze-vissza vannak még a töréspontok is.
Jesus. És az ott mi? A vállánál. Tehát ott az így mi? Hát ez eléggé OCD gyilkos mez, igen. Magyarázni, hogy miért kell... Cirkuszi sátor, amúgy az nem rossz. Nem is tudom, minek nevezzem, tehát ezek a... Ezt lehet, hogy egy AI tervezte. Meggörbülő tér, vagy megint, ahogyan a Juventusnál is említettem. Alapvetően a téma az tök hálás, és én nagyon szeretem egyébként is ezeket a piros-fehér csíkos mezeket. Az Athletic Bilbao meze ugye évről évre ott szokott lenni a legjobb mezeket fel. A Bilbaónak jó mezei vannak, igen. Róló listámon. Ez viszont tényleg mondott, hát nem tudom, mi inspirálta, esetleg Diego Simeone megborult elméje, vagy esetleg, ha nem értem a festményes hasonlatot, Edvard Munch sikolya. Jó, persze tudom, a hivatalos indoklás szerint a madridi Manzanares folyót akarná ábrázolni ez a szerelés, de... Ja, hogy ez egy folyót ábrázol. Aha. A piros folyó vérbe úszik. Fura folyó lehet. Hogy miért ilyen formában, vagy hogy erre miért van szükség. Szerintem a rémesebb hülyén néz ki, és erre igen. Nem tudok egészen egyszerűen mászot találni, mert nincsen. Itt is semmi másról nincsen szó, mint sem, hogy most már az Atletico Madrid is abba a kategóriába került az utóbbi évek sikerének köszönhetően, amikor úgy már kezdik egybe mosni őket a legnagyobb sztárcsapatokkal, úgyhogy itt is mindenében ki kell találni valami baromságot a mezzel, hogy el lehessen adni a szurkolóknak, de hogy ezt kiveszi meg... Hát figyelj, így legalább beszélnek róla. No, hát ez lenne az én listám, és szerintem ezek a 2022-23-as európai futballszezon legszörnyűbb mezei, de ahogy említettem már a videó elején, természetesen nagyon kíváncsi vagyok arra is, hogy egyáltalán ti mit gondoltok erről a listáról, meg hogy vannak... Elmondtam mindent, köszönöm, hogy megkérdezted, Ádám. Esetleg olyan mezek, amelyeknek szerintetek itt lenne a helyük ebben a videóban, amit nagyon szépen köszönöm, hogyha végignéztetek, hogyha szeretnétek meg ugye hasonlókkal találkozni a későbbiekben, és még nem tettétek volna meg, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra. Ha tetszett, tudjátok, nyomjátok rá a like-ra, ha nem, akkor megnézzétek meg a következőt, hát ha jobb lesz, vagy esetleg azt a videót, amiben ezt... Ennyi! Így kell hozzáállni a tartalomgyártáshoz. Ha nem, nézzétek meg a következőt, hát ha jobb lesz. Így van! A szezon szerintem legmenőbb mezei. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok! Így van, vannak itt legmenőbb mezek is. Köszönjük szépen! Jár a taps, Ádám! Köszönjük szépen! Tök jó dolog. Én nagyon élem, hogy... Nem csak ilyen random nímandok beszélnek ilyen témákról, mint én az interneten, hanem szakavatott szakértő emberek is. Rengeteg témában egyébként van az Ádámnak videója, nyilván külön foglalkozott a VB-vel is, úgyhogy én tudom alapvetően ajánlani, srácok, a Haraszti Ádámnak a csatornáját. Nem feltétlenül értettem egyet minden csúnyam ezzel, volt amivel kifejezetten nem, de az erre végére a legrondábbak azok tényleg ilyen toplistás díjak, úgyhogy hölgyeim és uraim, Haraszti Ádám, kövessétek, szeressétek, én megtettem, amit meg lehetett cselekedni ennek érdekében, most már csak szépeket a Unitedről.